23 oktatási intézményből 31 szakképesítésben közel 2000 diák tesz szakmai szintvizsgát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A tanulók számonkérése már elkezdődött, ezeken a felvételeken a járműfényezők vizsgája látható. 9. évfolyam járműfényező szakma tanulói vizsgáznak, 9 fő tesz mai napon érdemes vizsgát a eddig tanultakról. A munkadarab egy sárvédőnek az elejét kell majd tapaszolni, tiszolni és töltőlapozással ellátni. A vizsgafeladatnak megfelelően kittelnek, csiszolnak a diákok, a leendő járműfényezők nem tanteremben adnak számot tudásukról, hanem egy vállalkozónál külső helyszínen. A gyakorlatorientált oktatása, a gazdálkodó szervezetek bevonása ma már mindennapos a szakképzésben. Ez pedig már egy tanműhely, itt a karosszéria lakatosok vizsgáznak. A 14-15 éves fiatalok szeptemberben kezdték meg a szakmai gyakorlati tanulmányaikat. A szintvizsga eredménye ugyan nem számít bele a tanuló évvégi szakmai érdemjegyébe, ám a tét nagy befolyásolhatja a további tanulmányokat. Ha nem sikerül, nem bocsátható szakmai vizsgára, tehát a tét nagy. Vagy a következő évfolyamban az akkori 9-esekkel megismételtetjük a gyerekkel, hogy csak megszerezze, de ez magával hozza azt is, hogy tanműhelybe kell maradnia, hiszen a szintvizsga birtokában lehet a termelő tevékenységet termelőkörülmények között folytatni, egyébként tanműhelybe kell megszerezni azokat az ismereteket, amelyel eljut odáig, hogy szintvizsgát tehessen. Március elején többek között a villanyszerelők, a hegesztők és az ipari gépészek szintvizsgáját tartják majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.